Következzen akkor a lidl a TikTokja. 100 ezerre kevesebb követője van, mint az Aldinak, de lehet, hogy sokkal jobb videóik vannak. Lehet, hogy egy szemére építik föl az összes tartalmat, és elérik azt, amit az Aldi csak álmodni mer, hogy nem kell minden videóra 100 ezer forintokat hirdetni. Nézzük meg. Bár, te súlytalan fasz vagy. Ipon.hu már 20 éve veletek. Na, akkor uh, mutatom, hogy mivel fogunk mi itt most dolgozni. Itt van ugye a Lidl Magyarországnak a tikja meg a tokja. Valamiért követnek 25 profil, de nem merem megnézni, kiket. Frissességet TikTokon is garantáljuk. Postosz rólunk? Lidl és hashtag Lidl Oké, okay, és uh, itt van az adatkezelés. Ez a link van berakva. Nem valami lidl online felület, hanem az adatkezeléses felület. Hát, oké. Okay. Szerintem valaki azt mondta nekik, hogy ha ez nincs benne, akkor minden borul, minden GDPR bukunk, ennek itt kell lennie. Egyébként ezt hát lehet azt mondani, ha jól tudom, hogy itt például Lidl.hu lenne, akkor csak szimplán tehát arra rákattintanak, és ott megtalálják a, a Terms and Conditions, vagy valami, szó. Szóval én, én nem, szerintem erre már nem, jó, tudom, hogy valószínűleg a little multi cég ez kötelező, és nem tudnak mit csinálni vele, a, akik az accountot igazgatják, de szerintem ez egy zicser, ezt nem, nem kéne így, erre senki nem fog így, ezen -e -e nem fognak az emberek barangolni. Na jó, nézzük akkor ugyanúgy, mint az aldi -nál. néztük, hogy a legfrissebb videótól jussunk el egy ö későbbi, régebbiig. Az első videó az kép, ö képle képek lesznek zenével, úgyhogy biztos, ami mémet fogunk látni, nézzük. Oké, okay, mémre próbálnak reagálni, ráhúzni. Oké, okay, valakinek ez vicces. Egyébként ezt is megnézték 4300-an, ez biztos, hogy organikus. Tehát, ha valaki hirdet TikTokon, az nem így néz ki. Nézzük a következőt, ez már színészkedett, ez és itt van benne két okos ice. Ide meggazdagodok egyetem mellett. Hát nem ugyanaz a fej, nem ugyanúgy néz. Hát teljesen ugyanaz. Nagyon vicces ez a Lidlis póló, nem? Olyan, mint valami retro lenne, mint a 80-as évek. Még a hajstílus is nagyon 80-as évek. Na mindegy, nézzük. Igen. Tudok. Tudunk. Segíteni. Csupa fül vagyok. Ice és Harry Ketner egy fúziója, és akkor a lidla alkalmazott, ez lett belőle. A lépés a spóroláshoz, hogy legyen mindig letöltve a telefonodra a Lidl Plus applikáció, mert ebben mindig rengeteg kedvezményt, ajánlatot és kupon találhatsz. Hogy elég friss legyen a fejed a meggazdagodás elképzeléséhez, ehhez az energiaitalra és erre a kávéra szükséged lesz. A mestertervet feljegyzéséhez csak is ilyen toll, füzet, mappa és toltartó alkalmasak. Más eszközökkel nem tudod fejleszteni a milliárd dolláros tervedet. Egy sikeres reggel sikeres reggelivel indul. Friss tojás. Kelleni fognak majd bajtársak, jó barátok. Őket finom pizzákkal és jó beszélgetésekkel, sok-sok baráti összejövetellel tudod magadhoz boronálni. Ehhez szerencsére itt... Szerintem már a gyerekközönséget elvesztettük. Engem még érdekel. Minden szükséges dolgot megtalálsz. Csak barátokat nem. Őket már magadnak kell megszerezned. Ja, és majd létszik, Na szerintem ez a srác, ez ő inkább színész, vagy legalábbis a hanghordozásán azt érzem, hogy ő, hogy ő valami, va valami ilyesmit tanult. Nem azt érzem, hogy ilyen full idegen neki ez a közeg. Van karizmája. Érdekes arc. Jó, ez a videó, ez nem színészkedés volt, annyira színészkedés, hogy egy konkrét jelenet lejátszása, hanem egy kérdést bontott ki, úgyhogy ilyen jó orgánum a hangkodozásával végigvitt a, azt a pár nézőt, aki a végére maradt, az, hogy mit kell beszerezni valamilyen, valamihez. Nézzünk meg egy olyat, amit kicsit többen megnéztek, vagy lehet hogy erre is hirdettek. Let's go! Rózsaszín. Ó, oh, persze. Mondjuk lehetetlennek tűnik, de lássuk, hogy milyen rózsaszín termékeket rejt a Lidl. Himalája étkezési só. Grapefruit. Fritman, két A grapefruit no, csak a belseje rózsaszín, szóval ez így csalás. Rozé. Bonzsalátik fagylalt. Milbon a hang az nektek is ilyen, hogy így, 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 mind a két fületekben így cuppog motoszkál jobbra-balra? Ez érdekes. Mondjuk legtöbben biztos telefonról nézik, nem fülhallgatóval, de ez így nagyon fura volt. A high protein jókú. Szientus fültő. Nem, itt, itt, egyik oldalon, csak bal oldalon szól, egyik csatornán szól a hang. Nem tükrözték át, valószínűleg monóba vették fel, nem, valószínűleg sztereóba vették fel, csak az egyik sávra nem tükrözték át a másikra. De ez a hangzás, ez borzasztó. <laughs> ez kell csinálni belőle, amúgy igen ügyes, jó hangja. Jó a hangja. Rózsaszín pánkokból van bőven. És hát a pikok felvágottak. Rózsaszín. 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 Wow. Milyen rózsaszín termékeket ismersz még? Írd meg kommentben, és kövess be minket. Határozottan jobb vibe -ja van ennek az egész. Bármilyen rossz is a minőség, meg az utómunka, mint, a, mint az Aldisnak. Ott, ott nagyon erőltetetnek érződött minden. Ez a srác meg így, erről beszéltem. Ő pedig nem érzed olyan tolakodónak, csak olyan, olyan természetes, olyan kis, olyan egyszerű, vidám, semmi bonyolult nem történik itt. Na nézzük, itt lehet, hogy van valami gatya mert ahogy látom, ú, itt valami anyuka van benne. És ezek a váltakozó képek Vagy ez, ez, ez mi lesz itt? Na nézzük. Nagyiddal, ez a nagymamád. Há' jó tartsa. Elé jó tartsa. Bocs, megsüketedök a zenétől. Ja, mert maxon megy. Oké, okay, nem nézzük végig többször. E, valamiért erre rápörgettek egy csomót. Igazából onnan egyértelmű, hogy 2300 like van rajta, szerintem, ha organikus lenne, akkor ezen a videón lenne mondjuk um, 30 ezer megtekintés, 25. De mivel van 240 ezer ezért valószínűleg, nagyon valószínűleg ez ugye meg van hirdetve. De ahogy nézitek, itt tovább, minden így működik itt. Már jó ideje, ugyanúgy hirdetnek, mint az Aldi. Tehát ugyanazt csinálják. Kifut egy videó az organikus, úgy szokták nagyjából a profik, 48 vagy 72 órát várnak, amíg az organikus elérést kimaxolják, amikor még benne van az, hogy a videó egyszerűen bepöröghet, szimplán azért, mert tetszik az embereknek. Hogyha ebből már kifut, már nem ér el magát organikusan több embert, akkor elkezdik pénzzel hirdetni és tolni az arcotokba. Hmm. Látszik, hogy én nem nézek annyi TikTokot, hogy nem találkoztam még ezekkel, de de egyértelmű, hogy itt ugyanúgy mennek rá nagyobb összegek. És nagyon hasonló, hogyha mindegyik videó ugyanabból az összegből lett hirdetve, akkor azért vannak kiugró teljesítmények. Például valószínűleg ennek a 813k-snak sokkal jobb lesz organikusan a 33 ezer lájk tessék és a 470 esnek csak 2300 lájk. Szóval ez a 813 000-es ez valószínűleg 300 ezernyi nézettséget organikusan érte, valószínűleg nagyon jól működött. Nézzük meg ezt a videót, és próbáljuk meg kitalálni, hogy miért. Ö... Ezt nem értem pontosan. Mert így elkezdtem gondolkozni, hogy ez miért lehet, hogy ez ennyire tetszik az embernek, hogy trend zene miatt, vagy mi miatt kezdik el ezt végignézni. Mutatjuk, hogy milyen TikTok trendi termékeket tudsz most beszélni, és ezek nagyon menő cuccok. Ezek annyira menők, hogy a fiatalok imádják ezeket, és tudják így ránézésről. Oké, most a Zordról persze, hogy tudják, de Mr. Beast csoki. Érdekes, 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 érdekes ez minden TikTok híres termék. Akkor valószínűleg azért működött ilyen jól ez. Mert amúgy ebben a videóban nyilván semmi bonyolult nincs. Csak, csak szépen mutatják, hogy van. És mégis ilyen uh, fantasztikusat ment a TikTokon. Durva. Jó. Uh, látom, hogy volt még egy-két egy és egy, egy videót nézünk még ettől a sráctól. Hát akiről, hogy hogy hívják. Let's go. Vajon mit lehet itt venni egy kosna? Fú, ez az alászinkron. Ez kegyetlennek tűnik már most. Vajon mit lehet itt venni egy kosna? Itt van öt finomság, ami passzol minden kos csillagéken született vásárlónkhoz. Yeah. A kos a legőszintébb csillagény. Ezért mindig a az... Gyere! Yeah. Szíve szerint cselekszik. És nem veti meg Rossza a szívem sem. Ezért neki a friss és ropogós ám, de mindig lát süteményekből. Aha, mert egy ilyen kis pici puska mikrofonnal csinálják. A, az ügynökségnek szóljatok, hogy ez, ez vállalatatlan, ez a minőség. Tényleg amúgy a srác az nagyon, az nagyon lehozza. Nagyon lehozza a dolgot, de meg még be is öltözik ezekben a nevetséges göncökben, majd számomra az egy ilyen Lidli sneaker, tehát hogy minden, minden, minden totál karakteres, karizmás. Szóval hát a csaj, az most itt, hogy milyen választás volt szerintem, Diák Meló, jött aztán, beállt a videóba. élet, dinamikus életmódjukhoz szükségük van a megfelelő energia biztosítására. Ezért egy gyors, egészséges és tápláló reggelivel nem lehet mellé nyúlni. Ami jobban a high protein cottage cheese és lémi friss gyümölcs, segít átvészelni ezeket a forró nyári napokat. Úristen, ő, ez a srác, ez tuti valami, vagy szikron vagy rendesen nem tudom, filmszínész. Hát olyan, egy, olyan, olyan egyben mondja ezeket a mondatokat úgy el, ahogy ezt elszokták, mondjuk muzikalekben. Na, hát... Euh, ja. és a nem ismétlen a magam. Ezért egy Pannon Imperial Extra Dry és finkár fehér csokoládéval garantáltan sikerül elnyerni, hogy kiszemeltjük szívét. És még valaki azzal is foglalkozott, hogy ezeket összepattintsa, és átgondolja, és valószínűleg legyen értelme. Válasz, Szofi részére megkérdeztük a kosok. Az a, szóval a csillagegyeknek ajánlanak különböző, nem is tudom, összetételő dolgokat, de ami szerintem ez rendben volt, kreatív volt, minőség az az, az eh. És amúgy ez egy 15 napos videó, tehát ez, erre nem lehet... Én nem tudom, hogy me mekkora büdzséből gazdálkodik a Lidl itt Magyarországon a marketingben, de csak abból kiindul, hogy mennyi pénzt költenek hirdetésekre itt a TikTokon is, ez, ez szebben, sokkal jobb, mint a hangminőségben, Ö, borzasztóan kell valami, Ö, mert ez, ez, ez nem, ez sokat elvesz. Ez sok embert elveszítetek emiatt el szerintem, mert a srác az, az nagyon egyi, vagy nem egy, nem is tudom, milyen jó szóra, nem is ilyen, ilyen nyálas, szép fiú feelingje van, kicsit... nem is tudom. Ilyen. De mégis olyan szerethető. Szóval ez az ő tehetsége, meg egy csomó ilyen egyéb apróság. És, és szerintem a, aki írja a skripteket, az is sok mindent kihoz ebből. Szóval amúgy abban lenne fantázia, a minőségen kell szerintem változtatni, meg kicsit beválosabb videókat csinálni. És szerintem úgy legit lenne, lenne sok olyan, amit, amit organikusan is nagyon néznek az emberek érdekes volt, hogy, hogy mind a két, tehát az Aldi meg a TikTok, az Aldi meg a Lidl TikTokjánál is tök más dolgokat vettünk észre, de mégis volt egy csomó hasonlóság. Mind a kettő viszonylag sikertelenül fut organikusan, tehát magától, hogyha nem költenek pénzt arra, hogy hirdessék ezeket a videókat az embereknek, Viszont mind a kettőnél szerintem más hiányzik, vagy más elem működik jól. Az egyiknél a produkciós minőséget dicsértem, meg a másiknál meg a, a szereplőnek a, a, választását és az ő hozzáadott értékét. Lehet, hogyha kettőt összegyúrnak, akkor lenne egy ilyen szuper aldi... aldi, aldi laldi. nem tudom. De, de ja, én, én ezt gondolom, írjátok meg, hogy ti mit gondoltok, vagy ti hogy látjátok. Izgalmas volt, és egész jó kedvem lett ettől, hogy, hogy ilyeneket végignéztünk, mert Amúgy ez, amúgy ez izgalmas volt nekem. Ja.